Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, és itt vagyunk most így hárman, Eagle és Tibi. Tibit ismerhetitek, ő mindig így részt vett a videóimban, ő a barátok közt egyik tagja. Eagle, aki amúgy Ricsi névre hallgat, és hozzájárult ahhoz, hogy a nevét bemondjam, és ezzel felfedve önmagát... Szerintem kezdjük előről, jó lesz? De jó egyébként, hát figyelj, nem baj, hogy a kicsit ilyen, nem ilyen nem, szöveg csak tudod azért, komoly. Igen, persze, de azért legyen egyfajta, legalább az intrót tudjam elmondani egyébként normálisan, de mindig ez van, mert az a jó, ha spontán, mindig és akkor... elkúrom. Mindig de nem elkúrom, baj, és mindig az a jó, kezdem ha előre, spontán, és akkor veled röhögnek a nézők. Na jó, akkor, hát akkor köszönjetek be a nézőknek, és legyen ez az intro. Úgyhogy Tibi, Eagle, kérlek. Na, hali, sziasztok. Sziasztok. Nos, annyi a lényeg, hogy kedves nézők, akik eljutnak és megnézik ezt az egészet, hogy ez egy ilyen aféle kísérleti adás, hogy indítunk egy ilyen podcast féleséget. Nem mondom, hogy sorozat lesz belőle, még nem, még szeretnénk egy tagot bevenni, és meglátjuk, hogy válaszol, és hogy alakulnak a dolgok, úgy megpróbálunk csinálni, talán megpróbálunk csinálni belőle rendszerességet, de mindenképp szerettem volna csinálni egy ilyet, mert hogy töltöttem volt fel egyszerre videót, hogy mit akartok még látni így a csatornámon, főleg Call of Duty-vel kapcsolatban, és megfogalmazódott már akkor is bennem, hogy csinálok ugye, és ezt mondom nektek is, srácok, hogy csinálok egy olyat, hogy Call 1-től Call 10-ig felveszem az összes játékból jeleneteket, és úgy kifejtem a személyes véleményemet, én hogyan látom a Call of Duty-t, honnan indult, hova tart, és hogy mi lehet a jövője ennek a játéknak, és igazából megkönnyítve a saját dolgomat, mert én erről azért dumáltam, vagy 3 órát először, majd csináltam egy fél órás rövid adás, mert megijedtem, hogy ebből kijönne vagy 20 videóból a 3 órás videóból. Csináltam egy ilyen rövidebb adást, de végül rájöttem, hogy lehet, hogy ez jobb lenne megbeszélni olyan emberekkel is, akik eleve gamerek, hozzátartoznak egy fiatalabb réteghez is, gondolok itt rád, Eagle, bár azt hiszem, hogy én leszek itt a legidősebb, ugye, Tibi? Valószínűleg. És ezt így kitárgyalni a fiatal generációval, és ezért szerettem volna amúgy, ha itt van Dani is, de azt hiszem, hogy majd akkor így a legközelebbi adásban ő is benne lesz. Úgyhogy most jön egy ilyen kicsit kodettő kottizik, aztán meglátjuk, hova alakul ez a dolog. És akkor ugye az első kérdés talán, ami is felvetőhet, hogy mióta is, mármint tudom, hogy mind a ketten kodoztatok, de kinek ugye mi volt az első? Hát figyelj, nekem a COD 2 volt, megmondom őszintén az első, mert én kicsit későn jöttem rá, hogy húha, hát létezik ilyen, hogy COD az egész világon, mert én mikor még hát kisebb voltam, ugye kis kisfiú, akkor nagyon érdekelt az második világháború, ugye melyik kisgyereket nem, vagy melyik gyereket nem, vagy fiút inkább, melyik fiút nem érdekelni a második világháború, mert engem is valamire érdekelt, és akkor hát akkor már, hogyha létezik ilyen, hogy számítógépnek egy második világháború, akkor gondolom csak csináltak valami játékot is belőle. Úgy találtam rá a COD 2-re. Na hát nekem ez az egész COD 2 ez úgy indult, hogy én spektatorban néztem az embereket, ahogy játszák, mert nem mertem leszpónolni. Lol. Nem mertem leszpónolni, mert mondom, úristen, mi lesz, tehát hogy én itt remektem, meg mindent csináltam a gép előtt, mert egyszerűen nem mertem leszpónolni. Egyszer csak bátorságot vettem, nem mondom, leszpónolok. Jó, lelőttek, jó, akkor hagyjuk, inkább mentem. Tehát így nagyon-nagyon félénken álltam ehhez az egészhez, és akkor ott, hát mondom, akkor van ennek single player része is. Mondom, inkább próbáljuk ki azt. Hát az ugye nagyon tetszett, hát akkoriban a COD 2, ott ez egy akkora nagy forradalmi játék volt, meg annyira jó grafikája volt, meg az egész. Egyébként ez tény, tényleg jó grafikája volt, sőt, még külön díjakat is kapott annó. Hogy grafika. Zene, meg minden, tehát nagyon össze volt rakva az egész is. És én ott találkoztam először ezzel a, hogy van ilyen, hogy COD. Úgyhogy... Bocsánat. Nekem a Call of Duty 1 volt az első. De gondolom nem megjelenés óta vagy, igen? Nem, nem megjelenés óta.
Tehát úgy szépen te egy első kóddal ismerkedtél meg először, és utána úgy vetted sorra a többi. Elsőnek az elsőt, utána a Modern Warfare 2-t. Hát És az úgy jó tovább. Várj! Tehát így elkezdted az elsővel, és közben felfedezted, hogy utána létezik egy Modern Warfare 2, de az útközben lévőket azt úgy nem annyira kóstoltad meg? Vagy ez hogy volt? Hát azokat kalózkodtam. Hát az egy dolog, hát jó, hát már a figyelj, mai világ. Szerintem tegye föl most úgy a kommenteknél a kezét az, akinek a Code 4 eredetibe van meg, és, vagy nem, tudjátok mit? Legyen úgy, hogy lájkolják a videót azok, akiknek nem eredetibe van meg a Code 4, és diszlájkolják azok, akinek eredetibe van meg, és akkor meglátjuk ezt az arányt, hogy figyelj, ennyi Magyarországon már ott ez van. Hogy működik. Így van, szóval. Hát ez most úgysem mindenki tudja megvenni, meg ugye hát most valljuk, tegyük szívünkre a kezünket, milliómosok lennénk, hogyha minden játékot, ami tetszene, vagy tetszik, meg tudnánk vásárolni. Persze. Tehát azért vannak olyan árak. Vannak dolgok, amiket azért nem mondhatunk elé podcastban is, szóval az úgy van, hogy hát letöltöm a játékot, kipróbálom, és ha tetszik, akkor megveszem. Így van, tehát hogy ez a legjobb. Igönnek nem tetszett a többi, hát ez van. Megesik. És azért játszottam ki mindegyiket veteránba, mert nem tetszettek. Ja, na, figyelj, ha a játék nem tetszik, azt veteránba játszunk, ezt érted? Nehogy már megjön a kedvünk hozzá. Egyébként annól megpróbáltam a Code 4-et veteránba, olyan 5 percig, és utána széttörtem a billentyűzetet. Na. De azóta is easy-n játszom egyébként. Na, én nem tudom, én szerintem a single player részeket így easy-n. Az úgy. Valahogy igen, nekem is. Mert valljuk, hogy mostanában azok az a, bocsánat, az új ilyen FPS játékok, azok ugye a single player mirror szól, lőd keresztül magad a pályákon. Hát gyakorlatilag igen, nézd mert végig a kód mindig is erről szólt. Igen, tehát vagy nézd végig egy ilyen nagyon epic jeleneteket, és mondjuk azt, hogy történettel rendelkező, mert azért valljuk be, hogy azért ez a Modern Warfare sorozat azért olyan sztorival rendelkezik, hogy így... Így van, szerintem. Amikor először mentem Code 4-be, és volt az a nukleáris felrobbanós jelenet, hát én ott így csak ültem a gépet, és így néztem, hogy ez... Hallod? Nem tudd meg, hogy én is így mekkorát pislogtam. De még mielőtt nagyon belevágnál ebbe, mert rá fogunk erre is térni, még mielőtt ne haragudj, hogy kicsit úgy előről szeretném venni a dolgokat azért, hogy a nézők is értsék, hogy vagy a hallgatók is értsék, hogy miről akarok szólni. Szóval Eagle, te is, Tibi, te is azért kijátszottátok a Code 1-nek a single player kampányát. Há, hogy nem? Azt azért tisztázunk. Természetesen. Na most egy ilyen aspektusban, hogy felvetek ezért egy jelenetet, és egy nehézség is. Emlékeztek Stalingrádra? Jó. Mikor ugye átkelsz a folyón, és kezedben nyomnak vagy egy lőszert, vagy egy puskát. És amiben persze nem volt lőszer. Igen. És így, hát menjél föl a dombon, miközben lőnek a németek. Igen, és a játék annyira kedves volt, hogy mit adott neked? Persze, hogy lőszer. Nem. Mert ha meghaltál, utána fegyvert kaptál. Ilyen felváltva kaptad amúgy. Oh. De akkor ezek szerint megcsináltad elsőre. De én úgy belebuktam, mint a szar. Szóval így, micsoda ezzel, mit csináljak? És így azt sem tudom, hol keresem a fegyvert, és amire rájöttem egyáltalán, mi a feladat, addigra már azért meghaltam egy párszor. Ugye párszor kaptam lőszert is, meg fegyvert is. És azt kell, hogy mondjam, tehát egy ilyen aspektusban szerintetek mennyit változottam az a Call of Duty, a mostaniakhoz képest nehézségi szinten, izgalom szinten, tehát adrenalin szinten, vagy csak az van, hogy már végigmentem az összes Call of Duty-n, és az újak már azért nem izgalmasak, mert láttam az előzőeket. Nálatok ez hogy csapódik le? Hát, az biztos, hogy már egy eléggé olyan, most arról beszélsz, hogy a kottól mit várjunk? Gyakorlatilag igen, szerintetek mennyivel jobb a sztori, mennyivel nehezebb a régebbi, vagy egyáltalán nehezebbe, mint az újak, és ezért jó, hogy mondjuk így, ugye itt van Eagle, aki azért hát játszott az újabbakkal, és játszott azért a régebbiekkel is, és szerintem melyik volt például nehezebb? Nehezebb az első volt, szerintem. Miért?
Hát akkor nem volt regenerálódás. Na De hát ott se tudtál felvenni csomagot. Igen, ott végül is felvetted a csomagot, igen, meg tudtál keresni a holttestekben. Jó, igazából annyiban tényleg igaza volt, hogy annyival nehezebb volt ez az egész izé, hogy nem csak az volt, hogy fogtad, bembújtál egy sarokba, mert kiírt a nagy piros felirattal, hogy get to cover, hogy menj fedezékbe, és akkor bementél fedezékbe 4 másodperc, és akkor már megint full HP volt, és akkor mentél tovább. Szerintem Ricsi erre célod, nem? Igen. Na igen, ebből a szempontból például, ja, igen, tényleg, akkor tulajdonképpen így igaz ez az egész dolog, hogy amit jól látod, tehát tényleg azért nehezebbek voltak a régiek ebből a szempontból. Igen, ebből a szempontból. Jobb Na, de figyelmet kellett, igen. Amúgy ugye kijött a kód egy, aminek a háttértörténete annyi, hogy a Medal of Honor-hoz akartak csinálni egy kompetitív játékot, és ugye akik csinálták a Medal of Honor-t, azok jelenleg most is az EA-nél dolgoznak, Respawn Entertainment néven, és akik megalkottak egy Titanfall-t. Előtte ugye Activision-nél dolgoztak Infinity Ward néven, és ugye megalkottak egy Code 1-et, de még nem Infinity Ward névvel, hanem Activision neve alatt, az ugyanez a fejlesztő csapat. Megalkották a Code 1-et, amivel ugye sikerült felnőni egy kicsit a magához, a Medal of Honor-höz, viszont ugye a multiplayeren, mint olyan téren, azt nem tudom, hogy nem tudott olyan szinten hódítani, csak ugye fel tudta venni egy kicsit a versenyt a Medal of Honor-rel, mint olyannal. Majd megjelent a United Offensive, ugye, mint egy kiegészítő, és marha nagy sikere lett, főleg ugye, mert tettek bele tankokat a multiplayerbe, stb. Igen. Később, ugye, jött egy Call of Duty 2, na most kapaszkodjatok meg, amikor kijött a COD 2, az egyetlen kompetitív játék, ami akkoriban meg tudott jelenni, ez a Halo volt. Vagyis a Halo, ahogy Magyarországon csinálni mondanák. És ott volt a COD-nak az első esélye, hogy megszerezze a vezető szerepet, mivel akkor jelent meg az Xbox, a Halo meg a COD 2 elkezdtek ugye versenyezni egymást, és akkor győzött először a világszinten a COD 2, viszont de nem tudom, hogy játszottatok a United Offensive-vel? Hát, játszottam, de nem mondom, hogy kijátszottam. Inkább ez úgy volt, hogy volt egy barátom, az nagyon nagy kocka volt. Ugye akkor én még annyira ezt nem ismertem, én csak úgy félinken ismerkedtem ezzel az egésszel. És akkor mondta, hogy gyere át, ez akkora epic, hogy nem igaz. Monitorot szétszakad, azt mondta. Hát mondom, ez tényleg így volt, ez tényleg nagyon... Az egész játék nagyon addiktív volt, nem is tudom, hogy mondjam. Hogy, ja. hogy tényleg levett a lábamról abban a pillanatban. De most figyeld, a COD 2-nek a multiplayerjét a kritikusok visszalépésnek tekintették a United Offensive-hez képest. Hoppá. Mert megcsinálták először azt az árkádosabb stílust, és talán itt volt az, hogy ugye azért szakítottak egy hagyományjal akkor már, mert azért a COD 1-nek is árkádos stílusa van, United Offensive lett az, ami egy kicsit ilyen nagyobb pályák, tankok, stb. És de amúgy attól függetlenül, mivel hogy a COD 2-nek ilyen, hogy is mondjam, ilyen szintű előretörést tudott elérni, így aztán a multiplayerje eléggé kompetitív rétegbe akadt. Na most a kérdés az, hogy mit gondoltok, azért könnyebb COD 2-zni, mint mondjuk Black Ops 2-zni? Vagy MV2-zni, vagy MV3, vagy akármelyik új COD-dal is játszottatok? Tehát tudsz valami újat tanulni COD 2-től manapság is, sem mint hogy mondjuk egy COD Ghost, Black Ops 2, Black Ops, blablabla, blablabla. Tehát ti ezt hogy látjátok? Hát én azt úgy gondolom, hogy igazából mindkettőből tapasztalatot tudsz szerezni. COD 2-ből azért, mert az egy teljesen más játékstílust képviselt, mint a mai kicsit gyorsabb játékmenetek. Szerintem én úgy gondolom, hogy ezek az újabb Modern Warfare, Black Ops 2, God Goes, ezek már egy kicsit olyan pörgősebbek, gyorsabban, ide szaladsz, oda szaladsz, szűkebb. Jó, a COD pályák mindig is szűkek voltak, de azért itt már killstreak jött, ment, minden csapódik, robban. Tehát ez már egy nagyon épp anyagilag is egy nagyon
Vagy mondjam ezt már, érted? Így van, így van. Úgyhogy tehát akkor... COD 2-ben meg kicsit nincs ez a nagy mindenféle effekt és mindenféle lens flare, ugye? De hát talán, gondolj, talán azért annyira nem is volt erre szükség, hogy legyen. Nem, egyáltalán. Azért COD 2, ebből azzal, hogy talán nincs meg benne ez a sok bim-bum intenzív csata, sokkal jobban kiélezi az egészet a lövésre például, mint olyanra, és a precizitásra. Jobban koncentrál a... Jobban koncentrál a hangokra is, én így gondolom, hogy igen. Jobban. Mert annak alapján, amit te mondasz, akkor az új Call of Duty-k jobban ki kellene képezzék az embereket. Na most akkor elmondom, hogy az érdekes pletykát, mikor megjelent a Black Ops 2, az újoncok, tehát akiket bevonzott a Black Ops 2, 2 hét után jöttek rá, hogy lehet zoomolni a fegyverekkel. Mert egy submachine gunnal az egyik pálya végéből a másikba ki tudott lőni egy embert zoom nélkül. Szóval azért igen. Ezt játssz el egy MP40-nel COD 2-be. Hát igen. Igaz? Na, szóval, ja, ezért is. Gondolva azt, én, ahogy én így látom, tehát a COD 2 számomra nem FPS shooterek terén nem hozott egy nagy újítást, inkább egy olyan játékot hozott, ami motivált arra, hogy tanuljak meg játszani. Igen. Nálatom, játékos szerintem annyira nem tartalmazza a kihívást. Jó, jól kell játszál meg azért, nehéz, nem mondom, hogy nem nehéz, de azért, ami a COD 1-ben volt, ugye, hogy ott nem lehetett zoomolni. Ah, hát, miről beszélsz? Keverem valamivel. Volna, kevered valamivel. A Medal of Honor-t nem lehet, lehetett zoomolni, csak kényelmetlen volt, mert a Z-gombot kellett lenyomni ahhoz, hogy zoomoljál. Igen. És a COD-ban lehetett zoomolni, viszont a COD 1-nél a szörnyű az volt, hogy zoomoltál, olyan szinten rángatott a fegyver, hogy ahhoz, hogy pontosan találd el az embert, egy kicsit valahogy a cél fölé kellett lőni, és akkor valahogy úgy eltalálta az embert. Így érdekes volt a zoom rendszere. De amúgy hozott számotokra valami újítást ez a COD 2? Újítást én csak a grafika, az ami nagyot lépett. Én ezt vettem észre, hiszen, hogy ugye az hatalmas lépés volt. Ugye sokkal szebb volt, sokkal hát képernyő kiszakadt. Hát a gépem, ami még ugye a régi gépem volt, hát az konkrétan ilyen 10 FPS-sel ha ment, és így örültem, hogy lovon, és még úgy is. Nálam is. Úristen, ez de szép. Tehát, hogy igen, 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 nálam az is. A kornak a BF4-e, ahogy lehet így mondani. Ez jó volt, igen. Ja, egyébként igaz, tényleg nagyon jóra sikerült a grafika, és emlékszünk, néztem onnan a trailereket, úgy robbanás, és akkor még nem volt 320p, az meg most csak 240 volt, és még akkor is jól nézett ki a dolog. És na mindegy, így nagyjából ennyit, tehát számomra én úgy vagyok vele, hogy a COD 2 volt az a játék, ami rákészített arra, hogy többet tudjak meg arról, hogy lövés, stb. Bár nem ez volt számomra az első multiplayer élmény, amit kipróbáltam, de single player terén azt már rég kijátszottam addigra. Viszont multiplayerben én először, ugye sokan tudják, blablabla, COD 4 volt az, kipróbáltam és elkezdtem megtanulni. És akkor most ugye azért... Mivel, hogy COD 1-től COD 10-ig beszélünk a dolgokról, egy kicsit ugye beszélünk arról is, hogy tippeljetek, milyen újításokat hozott be a COD 4. Köncsönjük, hogy tudjátok ez összesen. Killstreakek. Hát Killstreakek, igen. Meg perkek. Perkek, igen. Kiegészítők, ugye Red Dot Sight, meg minden Silencer, vagy bocsit, hangtompító, hát. Igen, ezek is benne voltak. Meg hitmarkerök. Ez tény. Jó volt, oké, egy ponton. És meg? Hát mindenféle effekt. Nem tudom. A késelést egyébként ők hozták be. A futást ők hozták be. Tényleg a sprint. Igen, és azért ugye ebből a szemszögből azért a COD egy hihetetlen nagyot újított. Azért azt valljuk be őszintén. Hát nem is kicsit, hát olyat korábban senki, nem is lát semmi. Senki. És tudjátok, hogy mi volt akkor még az egyetlen játék, ami kompetitív akart maradni a COD-dal?
Medal of Honor, és annak is a hatodik része. És tudod, hogy hol Ó. bukott el a Medal of Honor? Az, hogy még mindig más világháborút csinált. Igen. És amúgy én kijátszott azt a játékot, is epic jó. Tehát nagyon jó, őszintén a single player kampány fölér a Connéhoz, COD 4-éhez. Igen. Csak hát a COD 4 azért modern világban. Tehát mikor ugye elkezdett megjelenni a COD 4, akkor én így anyád végre közel-keleten lehet bunyózni, tehát nem. De Igen. így végre M4-en lőhetek? Mi a fene, szóval ez így jó esett. Azért valljuk be, Kodnétől mindenkinek leesett az állam. Aki még írtózott is, ez ilyen lövöldözünk, vér folyik, még az is elismerte, hogy na Hát ez. igen. Mert amúgy csak ugye, akik nem tudják, hogy annó, tehát az adott megjelenési évben 2007, talán, jól emlékszem, Igen. minden gamer díjat besöpört a Call of Duty 4. Grafika, zene, téma, játékmenet, külön díjat kapott az üldözés a végén, tudom, mindenki Aha. megvan. És 14 millió példányt adtak ebből, valami világszerte, tehát ilyesmi Most lehet eredményeket hülyeség. ért el, szóval Nagyon durva. Most lehet hülyeséget ugye mondok, de... ez volt az a korszak a kódnak, nem tudom ki, hogy látjátok, ahol egy olyan váltást csinált a játékokban, ami megalapozott minden játéknak a Az biztos. létét manapság. Mert egy olyat újítani, amit senki. És Tényleg is. szerintem ez, ami a sikerét hozta, és mai napig is, hát számtalan ember játssza a COD 4-et, ugye is, már nem egy mai játék. Ugye van itt nekünk COD 4, vagy bocsánat, BF4, meg mindenféle mai remek, hatalmas grafikával rendelkező gépet izzasztó játék, ami hihetetlen jók. De azért még COD 4-ben, akik igazán ismerik a kodot, és gondolom a nézők között is rengetegen, még ugyanúgy mai napig visszajárnak kodozni. Kod négyezni, bocsánat. Hát, ja, én is visszajárok ezért. És jó esik játszani. Jó, persze számomra azért egy kicsit ez ilyen anyajáték, ez a COD 4. De Eagle, te olyan kis csendben vagy. Igen. Nagyon, szerintem WC van. Nem. Nem vagyok egy szószátyár. Nem vagy, de azért COD 4-et csak játszottál. Igen. És? Neked mennyire? Ez Ez a... a... Igen, Ez a... jó. Oké, akkor mehetünk tovább. És esetleg valami, neked mit jelentett a COD 4? Mit gondolsz az ottani gamerekről? Jobbak, erősebbek és felkészültebbek-e, mint az újabb Call of Duty játékoson? Igen, ez így van. Nekem akkor négy... Hát én akkor négyben tanultam meg quickscope-olni. Amit mai napig használok BF4-ben is. Egyébként minden elismerésem, mert ott Kornéi volt azon, hogy a Quickscope-ot nem tudtam megtanulni. Csak Noscope az ment, a Quickscope az számomra az ilyen félisten volt, aki megcsinálta annó, szóval. Aztán Biztosan rájöttem, hogy én én csak egyszerűen tehetségtelen vagyok hozzá. Nem tudok úgy időzíteni, hogy eltelje hozzá ellenfeled, úgyhogy hát ez csak gratulálni tudok igazából. igen, nekem is ez a gépfegyverrel lőjünk, az a biztos. Mert Igen. baj, meg ott a csipánál egy esélyed van, maximum kettő, és már halott Egy, vagy. jó, egy, Ja, igen. Tehát megint tehát igen egy. én ott tanultam meg jól hardkopozni, hogy őszinte legyen. Na mindegy, egyébként én úgy gondolom, hogy ha bár a COD 4 azért rettenetes újításokat vezetett be, és elképesztő jó dolgokat csinált, számomra azért mégis, most így visszatekintve ennyi COD után, az volt az a rész, ahol elkezdődött a kurvulás. Egyrészt Call of Duty terén, másrészt valamilyen szinten a többi játék terén is. Szóval az volt az a pont, ahol már arról beszélhetünk, hogy P90, és Dead Silence, és UAV Jammer. Ugye Igen. érted, miről beszélek? Persze. Nem tudom, te ezt hogy látod, vagy a TV vagy Eagle, hogy a COD 4 az most ebből a szempontból mi az? Az arra ment ki, hogy pro gaming, vagy arra ment ki, hogy casual gaming, tehát ilyen, mert felnőnk játszunk és örülünk, vagy volt ennek még egy balansza. Nem. Szerintem pont meg volt tartva a kettő közötti balansz, ahogy mondod, hogy volt az a pro réteg, akik nagyon ugye komolyan vették, és meg tudott maradni az a réteg is, aki nem vette komolyan, hétvégi játékos volt, lement, COD 4, király, perkek, nagyon tetszett, jó effektek, minden, és
Úgyhogy szerintem ez még meg tudta tartani ezt a egyensúlyt, és ahogy mondod, hogy már hogy a mai, úgymond a következő, rákövetkező kodok már tényleg így elkezdtek kurvulni. Hát de most őszintén. És ugye Eagle esetleg valami hozzászólni való ott ugye a WC-nél? Legalább mondta, hát egyet kell, hogy értsek Tibivel. Akkor már Eagle lesz a bíró, tehát hogy... Igen, igen, nem, igen, nem. Csendet a teremben. Bűnös. Egyet értek, nem értek egyet. Igen. Tehát így, már Eagle lesz a bíró. Tehát, Eagle jó, bíró. Nem. Ez a Dread bírós. Na jó, hagyom, oké. Okay. Na, de mit akartam mondani? Ja igen, ugye, az volt a Code 4, és igen, igazad van, szerintem is, Tibi, hogy például a promod volt, ami szerintem a pro gaming, Igor átnevezte magát The Judge-ra. Szia. És ugye, ami a promoddal tudott hozni egy egyensúlyt a pro gaming és a casual gaming között, és szerintem még a Code 4-ben azoknak, akik szeretnek versusszal játszani, volt lehetőségük kinőni, hogy jól játszanak, és egy kompetitív játékban vegyenek részt. És számomra, nem tudom, Tibi, Igül, a bíró, ti hogy vagytok, de számomra a Call of Duty az a játék, ami igen, még tudott az lenni, hogy lehessen vele jól versenyezni, és sportként csinálni is. Hát figyelj, ez szerintem egy örök sport marad, mert már annyi versenyt láttunk a Code 4-jel, hogy számtalan. Úgyhogy ez mindig is megmarad az a játék, amin tudnak versenyezni az emberek, hogy ki tud jobb headshotokat osztogatni, mert ugye ez, hát ez lételem. És ez mindig megmarad az a ugye? Versenyszerű, és hogy pró vagyok, és hogy fordulásból, hátulról. Mekkorát mondtál most ezzel, hogy ugye emléksz, most úgy kimondtad azt a headshotos dolgot. Igen. És ugye emlékszem még, nem tudom, te a CFG-be raktál ebbe ilyen külön ilyen gombokat, hogy megnyom meg ezt és kiírja ezt. Emlékszel ezekre a beírásokra, a headshot igen. És a korpa elilla, meg ilyen fasság? Igen. Azért őszintén szóval, Code 4-ben adni egy... Bocsánat, hogy szólt be. Azért ugye Code 4-ben adni egy headshotot, vagy Code Ghost-ban adni egy headshotot, nem ugyanaz az érzés. Hát más egyáltalán nem. Tehát, hogy Code 4-ben, amikor a headshotot adtál, vagy akár egymástán kétszer is, tehát olyan félisten üzemmódba léptél át, hogy ugye? Mindenki mert elismert. Mert nehéz volt. Igen. És az, akit lelőttél, az is látta azt, hogy na bazd meg, ez egy lövés volt. Igen. De hát azért nem. Ott nagyobb volt az elismerés is. Igen, igen. Mert és minden olyan nap, amikor emlékszem, amikor elmentünk ugye Maverickkel meg veled, játszottunk kizébe, még ott is azért, ugye néha, amikor Maverick lealázott minket, akkor így, what the fuck? És igen, így nézte, és azért... Te is húgott, hogy és de manapság meg már így, jó, headshot, oké. Black Ops 2-ben például, a büdös életben nem néztem ilyet, hogy na, ezt megcsinálta a srác, ez igen, ez ügyes volt, tehát ilyet még nem láttam. És Connyben még mindig is ott mondtad ki a kulszót, hogy igen, hogy na bazd meg, headshot és a korpa elillan, hogy volt külön egy ilyen gomba kurva CFG-ben, amikor ez, mikor és egy olyan annyira headshotot élvezettel nyomtad be, hogy... Igen, hogy... igen. Igen, mert rohadtul nehéz volt megcsinálni, és ez a különbség. Na mindegy, szóval ennyit a Code 4 fellengzésről és dicséretről, szóval azért jó, igen, nekem az egy ilyen anyajáték. Tehát abban maradhatunk, amit Ricsi is felhozott, hogy ezek a régebbi kodok azért ezek nehezebbek voltak, mint a maiak. Igen, és... Hol volt a teljes elkurvulás szerint, számotokra, bíró úr? Amikor már úgy érezted, hogy itt már nem hogy felfelé ível, de már inkább lefele hanyatlik ez az egész perkek és... Minden. Az MV2, kifejezetten. A GL-ek miatt. Tibi? Hát én még kicsit távolabbra raknám, mint egy MV2. Hát talán... MV3, már annak megvolt ott a szele, hogy megint egy MV, vagy Modern Warfare, megint perkek, megint ez, megint az. Jó na volt, most. Megint kijátszottam, megint végig lövöldöztem, de már nem volt az a
Epic, mint a COD 4 volt, ami ugye lehet, hogy azért, mert az akkor-akkor nagy változás volt, és most érted, mit hozzanak még nagyobb változást MV3-ba. Na de várj! Igen? Várj! Mert te most egy olyan szemszögből közéltek meg, hogy hol kezdett el hanyatlani. De én azt mondtam, hogy hol... Tehát jó, végülis egy bizonyos szempontból igazad van, de azért gondold végig. COD 4, perk rendszer, killstreakek, stb. Megjelentek az első OP fegyverek, V90. OK-47, bár imádtam, de azért mondjuk ha a kezembe vettem, akkor eléggé megállíthatatlan voltam vele, szóval számomra az egy OP fegyver volt, az egy bizonyos szempontból. És akkor gondold végig, bejött az MV2, és ott talán ott a pont a bíró úrnál, hogy GL, meg Danger Close Perk például, és Harrier, mint Killstreak, Chopper és Luke. Tehát azért én úgy gondolom, hogy, hogy én egyetértek a bíróra, mert az MV2 volt az a kód, ami még egy megint csak egy újat tudott újítani, viszont átformálta a Call of Duty-t egy fun game-re, semmi másra, csak egy fun game-re. Mert amikor én COD 4-ből átmentem MV2-be, akkor még bennem volt ez a klánozgatás, meg verseny, stb. És MV2-re rájöttem, hogy ez egyszerűen lehetetlen kivitelezni, mert annyira szar a játék. Mármint, hogy mondjam, a hit detektorral műveltem furcsa dolgokat. mert nem tudom elmondani MV2-ről, hogy ez szar játék, mert azt hiszem, hogy az egyik legjobb kód, ami egyszer csak kijött. De szórakozás. Nem, még kettőn megmaradt még annak, hogy még tudott újítás hozni, igen. Még tudott egyet rátenni egy lapáttal, hogy na még van-e a COD 4-nél is feljebb, hogy még nagyobb killstreakek. Tehát az... De még milyen killstreakek, baszki? Igen, Predator, hát hallod, hogy szemem kiesett, hogy ez mi? Igen. Emlékszem a trailerekre, hogy így kinyitják a kis Predator TV faszom laptopot, táskaja. Tudod? Igen, és akkor az, mindenki tipelgetett, hogy mi lehet az új SD táska, minden lófasz, bazd meg, AC-130 volt. Igen. Hogy micsoda? Tudtuk, hogy mi az, hogy eszik-e vagy isszák. Tehát, hogy ja, így... és így, tehát így szabályosan még így felállt a szőr a hátamon tőle, tehát annyira be voltam ráindulva, és a haveromnak a görénye majdnem kilopta a táskámból. Mikor így elmentem megmutatni neki a játékot. Na mindegy. Szóval annyi biztos, hogy én is úgy látom. Tehát a Call of Duty MV2 azért egy hihetetlenül fun game, nagyon jó szórakozás és nagyon nagy élményt tud nyújtani. Én úgy gondolom azért mind a mai napig. Mert akárhogy én visszamegyek, ha visszamegyek MV2-zni, még mindig újként ér az a Kuga Predator. Hiába láttam már az összes kódban eddig, de még akkor is valahogy jobb élmény számomra. Igen. Vagy csak ilyen öreg vagyok már, vagy mi? Azért, mert ott találkoztál vele először, és neked mindig is az marad az etalon, hogy na az a Predator, az a Predator, na értem. Tehát, hogy igen, mert mégis ott értem el vele ilyen hatos multikilleket, meg ilyeneket. Lehet, mert MV3 ez így nem mindig jött össze. Jó, de hát tegyük hozzá, te cheatelsz, ugye, tehát hogy ez ja, egy alapvető. Alapvető, igen. Na, de... Számomra ott volt a váltás, amikor átmentem egyébként Pro-ból, Casual-be és Fangamer-be, és úgy gondolom, hogy az MV2 volt az a játék, ami megint csak tudott újítani, megint ugye... Emlékszel, hogy mi volt, amikor kijött az MV2 ilyen eladások terén? Laza 26 millió példány kelt el egyébként világszerte, és popkulturális jelenségnek kiáltották ki ilyen szinten. De ugye mi volt? Mert ugye a két játék között, az MV2 és COD 4 között azért mi volt ott még? Volt egy kurva COD 5, ugye? De akkor senki nem emlékszik. De pontosan elgondolkoztam azon, hogy mi a franc volt COD 4? Ugye? Tehát annyira nem hagyott bennem nyomot, hogy jó, végig játszottam királyra. Megint más. De egyébként, az igen, megint világ, igen, ott volt, megint. De amúgy milyen epic single player kampány volt? Azért... Mikor lerohantod a rejsztágot, azért öcsém azért megvolt a hangulata, szóval az nem tudta, hogy... Biztos, tehát az, abban megegyezhetünk, hogy single playerbe mindig is szerintem... Igen, jó volt, de a multi is kutya, mint Killstreak. Jó, nem volt akkor nagy szám, stb., de
De hozta azt a kötelező stílust, amit ugye a kód hozni kell, és a kötelező élményt is, viszont ott kurták el, hogy másik világháború, ugye? Igen. Tehát, hogy mindenki elfedezett volna még egy kód 4-ért, vagy hasonlóért, és akkor kód 5, király. Igen, igen, pontosan ezt éreztünk, és ahogy a bíró úr mondta, letöltöttem, de nem tetszett, ezért nem vettem meg. És azóta se. Tehát, hogy viszont így, beleöltem néhány száz órát, de ez nem és ugye az a kód 4 és az MV között eltelt idő, az mennyi volt? Akkor 2 év, gyakorlatilag. És addigra a kód 4-et én legalábbis, de rongyosan játszottam. Tehát hát, így úgy szint. Már nem tudtam hova ne játszani. És akkor kijött az a kurva MV2. Nagyon imádtuk egyébként az MV2-t, meg kód 5 is nagyon jó single player-be, de ott már nem érezted azt, hogy kicsikét, vagyis én legalábbis kód 5-nél éreztem már azt, nem nagyon, mert akkor is a Epic játék volt meg minden, de ott én nagyon picit éreztem azt, hogy ami már most is van, hogy szinte évente adják a játékokat, és így kicsit a színvonal hanyatott. Nem, én pont azért nem éreztem. Mert nem érezted? Hogy, nem, mert hogy jó, akkoriban még ilyen kód fanatik, ezerrel, lila köd, dúlt a szerelem, de nem éreztem, mert számomra egy, a kód 4 volt az első megjelenéskor elkezdtem kipróbálni, majd kód 2, azt így egyszerre nyomtam a kód 4-jel egy időben, majd rá egy évre ugye megjött a kód 5, tehát az úgy voltam vele, hogy jó, tehát annyira nem jött be a kód 5, mint a kód 4, mert megint másik legháborús, addigra már kitoltam az összes kódot, meg Medal of Honor-t, ami létezett a világon, szóval a másik világháborúval már a tököm ki volt, és nem éreztem azt az évenkénti nyomást, így a Call of Duty részről, főleg azért is nem, mert ugye elmentem kódötözni, játszottam, meg élveztem, meg a kezembe vettem egy Thompsont, és lezúztál 50 embert, a pályán meghalt el 10, könnyű volt, sokkal könnyebb volt, mint a kód 4, igen. És annyira nem fogott meg, és mindig, ráadásul az ex-asszony is, kód 4 falatik, és mindig visszamentünk, mindig visszamentem kód 4-ezni. Így aztán számomra a kód 4 és MV2 között eltelt idő, az kód 4-el telt valójában sem, mint hogy kód 5-tel. Tehát kód 4-ben van több mint 2000 órán, kód 5-ben van egy olyan 500 talán. Hát, úgy szóval... voltunk vele, hogy király jó MV, vagy mi az kód 5, de jó, azért még kell a kód 4. Tehát, hogy menjünk vissza, mert ne jó. Igen, az. Gyakorlatilag nálam is ez történt. És ugye amikor kijött az MV2, akkor a jó kurva anyát neki. Tehát az a killstreak rendszer, az a fun game, az a lehetőségek, amiket nyújtott a pályán, és egyéb fene a Noobtube-ra haragudtam, de tudod miért haragudtam? Mert ugye én pro gamerként fogtam fel az egészet, aztán el kellett teljen egy 1000 óra a játékban, legalábbis számomra, hogy rájöjjek, hogy ez már rég nem arról szól. És azért értek egyet a bíró úrral, mert számomra, tehát akkor döbbentem rá, hogy a kód mit akar elérni, csak azt, hogy bevonza a tömegeket, és eladás, és eladás, és eladás, ami az MV2 vetés mértékben bejött. Szóval... És az a mai napig tart. Hát, gyakorlatilag igen. És egy idő után én nem is kezdtem el haragudni a Noobtube-ra, mert úgy rájöttem, hogy tényleg teljesen így a játék részét képezi, és időközben, miközben játszottam, nagyon megszerettem ezt a játékot, annyira, hogy ugye én eltöltöttem benne 2700 órát, és meg tudottam alkalmazkodni ez az egész Noobtube-os dologhoz, és már nem szétverni az egeret, amiatt, hogy ki Noobtube-oztak, és utána annyira számomra legalábbis annyira fun game lett az egész, és annyira élveztem ezt az egész játékot. És ott kezdett el élvezni, nem igazán, hogy amikor már leszalom, megyek, azt csak hagyj érezzem jól magad, és igen. Amit ma is szerintem képviselsz, hogy ez a nem lóverseny ez, hogy most akkor izé meghalunk, és akkor is kettes KD, hanem élvezzük, aztán jó van. Hát, ja, igen. Gyakorlatilag igen, ott volt az, ahol már elkezdtem nem megtanulni a főszálakat, kiszámolni arra, hogy honnan fog jönni az ellenfél, és izé. De időközben ugye 2700 óra alatt azért elég durva dolgokat sikerült elérni ebben is. Én nem tudom, de én megcsináltam az összes challenge-et, kivéve 2-t. Tehát a 1000 kill a Steel Bomberrel, és 1000 kill a
a kis chopperrel. Tehát az a kettő nincs meg, egyébként mindenre kitoltam mindent. Ez egy kicsit durva, nem? Igen, valójában sokszor vagy. Azért 1000 kill egy Desert Eagle-el, az valahogy még mindig megvan a fejemben, mint egy trauma. Trauma? Nem, ez 1000 headshot, bocsánat. Tehát az volt a végső challenge, a gold emblémáért. Tehát az egy trauma volt. Az tényleg. Az nem az volt, hogy na majd idővel meg lesz a skillodáshoz számomra. Az kell. Igen, tehát így. Na mindegy, és tényleg ez volt az a játék, ami újított, de már elindult egy kurvulásra, és talán azért is érezhetett el, hogy nem tudom, beszéljünk a Black Ops-ról, mint az első Treyarch komoly, végre modern shooterről tulajdonképpen. Mert ugye kihagytuk egyébként a COD 3-ot is, amit szintén a Treyarch fejlesztett. Igen, ami, de csak ami csak konzolokra, igen. És ugye COD 5-öt, ugye a World at War-t, azért lett másik világháborús, mert az Activision féltette az Infinity Ward-ot, ja. hogy le tudná nyomni, mert addigra a Black Ops már egyébként tervekben készen volt, és azért lett másik világháború már az Activision nyomására, és ugye MV2 után kihozták azt a Black Ops-ot, na és én ott kezdtem el érezni, hogy ez már sok lesz, hogy évente. Tehát számomra az volt az, amikor, na baszki, még egy Call of Duty, nagyon vártam, nem tudom, te hogy vagy vele. Persze, nem arra volt szó, csak hogy már így, jó, tudod, ez az kód megint, és akkor csak amikor már leültél, akkor így már érezted ezt a sorozatgyártás, vagy hogy mondjam. De tudod, hogy én miért vártam? Én azért vártam, mert hogy még egy MV2-t akartam, mert nem tudtam a különbséget akkoriban a Treyarch és az Infinity Ward között, hogy lényegében miben különbözik a két fejlesztő. Most és vártam még egy MV2-t, és kijött a Black Ops, és így a lag mindenét, tehát hogy így nem akarom fokozni a káromkodás szintjét, úgyhogy csak azt mondom, hogy a lag mindenét. Így van, csak ilyen jó kocka létedre, a lag mindenét. A lag mindenét, igen, és így a jó lag mindenét neki. Én nem tudom, nem, neked lagolt az játék, vagy játszottál vele egyáltalán? Játszottam veled, de mint az állat új laggolt, tehát hogy így örültem, hogy szegény elindult. Igen, és erre kibasztom 10.000 forintot. És amúgy jó, egyébként a single player kampány, az ilyen így, én tudod, elmentem ki az erkére és elszívtam helyből két cigit, mert számomra az ilyen epic, kurva jó vége lett a sztorinak. Szóval amikor ott ugye Kennedy ment, ugye a Kennedy gyilkosság, mentek ott a kocsival, és kapott egy golyót a Kennedy, meghalt, és akkor rázumoltak a tömegre, és ott voltál te, mint a főszereplő. What the fuck? És akkor így pislogtam, mint a hülye gyerek. És ültél a monitorod, hogy... Igen. És őszintén szóval ezért is tetszett a Black Ops. Viszont ott jöttem rá igazából, hogy mennyire gépfüggő ez a kurva Call of Duty, még akkor is, hogyha nem kell az erős gép, mert jelentősen kijött az a különbség, hogy akinek jó gépe van, jó játszott, és akinek szar gépe van, az bukta a kurva lag miatt, és nekem akkoriban nem volt egy erre felkészült gépem érdekes módon, de az MV3-ot vitte később. Ugyanaz a gép. Nem tudom ez. Úgyhogy ez a Black Ops, ez mind a mai napig számomra egy ilyen 100 órás küldetés volt multiplayeren belül. Nem tudom, neked ez nehéz volt ez a multiplayer, ez a Black Ops? Én annyit nem játszottam vele, de Ricsi talán játszottál volna vele, nem? Bíró. Nekem a multi-a kimaradt, viszont ez az a kód, aminek a legjobban megfogott a sztoria. Na hát nem csodálom, mert azért kicsit megerőltették most magukat. És ugye hozták azt a rohadt filmes jeleneteket, a nagy szökés, meg minden ott, mikor megszöksz a börtönből, az a film alapján, egy kicsit jelenetlopás, és az egész ilyen movie-szerű. Emlékszel izére jelenetre a minigánnal a kezedbe sétálsz ki a börtönből, és minden szétrobban körülötted, ez milyen volt már? Tehát az őrület. Az nagyon epik volt. Az így nagyon Rambónak éreztem magam, tehát ha valamikor a játék át tudta adni a Rambó érzést, az akkor volt, amikor egy minigánnal mész a kezedbe, és így ami az utatba kerül, az ott nem állta meg a helyét. Viszont maga a multi az MV2 is könnyű volt már. Nagyon könnyű, azt hiszem. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon könnyű. De a Black Ops 2 annál is így árkádosabb volt, ezért a számomra egy kicsit olyan furcsább volt, mint az MV2, de nem volt nehéz. És itt kezdtem már
rádöbbenni arra a különbségre, amit megtanultam én Code 2 és Code 4-ben, hogy és itt kezdtem el látni azt, hogy mennyivel mások lettek a gamerek is, mint olyanok, és máshoz vannak szokva, és itt volt az már, amikor maga a YouTube-ozás, mint olyan elkezdett a gamer világnál fejlődni, és láttál gamereket játszani YouTube-on, és érezted, hogy valami nem stimmel, vagy nálatok ez így hogy volt? Tehát így érezted, de a srác az úgy mond valamit, de nincs összhangba a képpel. Vagy ez, az, ez hogy... Tehát majd arra akarok kitalálni, hogy megjelentek a fake prók, baszki. és talán ez volt számomra, mint anno pro gamer számára, az így a kurva életben ezek valamit el akarnak tőlem lopni. Vagy ti hogy vagytok ezzel? Most megfogtalak, mi? mert ez úgy jött le, hogy néztem a gyereket, és ember, te mi az Isten nyiláról beszélsz? És így jó, bár el tudtam mondani, hogy ilyen ez a fegyver, olyan ez a fegyver, de erre csak azt tudtam mondani, hogy hát olvasásból ötös. Igen, tehát hogy így ügyes vagy, ötös. Igen, és ekkor volt már meg bennem az, hogy így néztem különböző gamereket, azért voltak, tehát voltak igazi prók azokkal, nem is lehetően nincsen, és csak megjelent az a gamer generáció, aki magát prónak tartotta, bár én úgy gondolom, hogy azért távol állt tőlük ez a dolog. Ti hogy látjátok ezt? Ricsi? Most pedig átadom a szót. Most jön az a rész, bocsánat, bíró, most jön az a rész, amikor a nézőket is bevonjuk a izébe a beszélgetésben. Na gyerekek, ti hogy látjátok? Tehát, mikor igen, volt az a rész, amikor a Call of Duty, igen, amikor a Call of Duty, vagy netán Battlefield-ek esetében eljött az a rész, amikor megjelentek a fake pro gamerek. Mert nálam azért ez MV2 volt az egyik olyan, de például egy örök pro, aki ilyen masszív tisztelet a gameplay előtt, az például a Sandy Ravage, nem tudom ki ismeri, ő nem egy olyan hihetetlen hírnév, csak hírnév simán, és na az az arc, az amilyen memózásokat csinált a pályán, én összekulcsolnám a kezem, és megcsukolnám a bokámat, és hajnám, hogy jóságbe kúrjon, mert annyira pró volt. Tehát így, mert annyira pró volt a srác. Az biztos, hogy... amit te így elmondtál, azt így megnézni. Na jó, hát ez lehet egy kicsit kucsán hangot. De egyébként mit gondoltok? Azért a számotokra létezik egy ilyen, hogy fake pro, ismertek olyat, aki annak adja ki magát, hogy én de pro vagyok? Ja, múltkor láttam egy videóst, olyan 3200 feliratkozója van, nem tudom, hülye neve van, hogy Necrocream. Kampe. Mondom, nézem, és hogy mi ez a név Necrocream, tehát mondom, Negro Cream, vagy mi a jó Isten akar ez lenni, mert mondom, a Negrót azt szeretem, a krémjét még jobban, hát mondom. Akkor bekapatod a krémemet, Tibi. Jó, segítsd. Tudom. Na, de nem tudom, én ekkor vettem észre, hogy jó, hát vonz a vizuózás, mert akkor is ezt tanultam, és valahol úgy ki tudnám egészíteni egy-két dolgokat, csak nem akartam valahogy ugyanazt csinálni, mint a többiek, ezért is kezdtem én aspetszkon megközelíteni egy másik oldalról ezt a játék témát, és szeretném azt hinni, hogy egy pro oldalról közelítettem meg a dolgokat, hogy egy profinak hogyan lássa a játékot, mint olyat. Nem tudom, ez mennyire sikerült, és te, mint aki néztél régebb óta, és most már itt vagyunk, és dumálunk te erről, hogy vélekedsz. Tehát nekem, én fake pro vagyok, vagy Hát figyelj, én úgy kezdtelek elnézni, hogy így láttam első videódat, na mondom, király, nézzük meg, adnak tanácsokat, mert... szörnyű volt. Mert úgy kerestem be, ugye, hogy ugye kort tanácsok, vagy tippek, vagy ilyesmi, és hát kidobott téged. Hát mondom, nézem, mondom, ó, fiatal srác, jól elmagyarázni, mi a helyzet. És akkor így mondja, hogy ja, amúgy én izére járok, lanokra, meg profilra, okay, akkor még jobban elkezdtük nézni, és akkor, amikor én is mertem hinni, hogy kezdek valami jobb lenni, akkor így volt az, hogy így naponta én 4-5-ször is megnéztem ugyanazt a videóra, csak azért,
hogy lássam, hogy amikor te arra mozogtál azon a folyosón, pontosan hova dobtad a C4-et, hogy ötös multikill csinálják. Tehát, hogy így... De Igen, amúgy... és akkor bementem a játékba, és akkor megpróbáltam, és akkor nem ment, de van, akkor hagyjuk. És akkor nagy szomorúan megnéztem ötödjére is ugyanazt a videót, de utána már nem próbáltam. Tehát, hogy tetszett, hogy nem az vagy, hogy így ez a fegyver ezt meg ezt tudja, és ez nagyon ajánlom, és hogy szerintem ezzel lőjetek. Tehát nem, hanem mondtad, hogy gondolkozz inkább az, hogy lássad azt a játékot, ne csak játszod. És mondjuk ez hülyén hangzott, de... Nem, igen, értem, mire gondolsz, és igen, annól, amikor én is elkezdtem, MV3 már számomra az a játék volt, ami csak ilyen rutinból jött ki, tehát ott már végképp nem. Tehát az már számomra közes távol nem állt közel ahhoz, hogy az profi játszom, csak ment a játék, mert hozzá voltam szokva az egészhez. Mert megvetted, mert eddig is mindegyiket megvetted aztán. Hát megvettem, mert én úgy voltam vele egy COD 10-ig, és akkor onnantól kezdve hagyom a Call of Duty-t, de már ugye MV3 nekem se volt semmi újdonság, tehát a semmi, a masszív semmi volt, és egy hosszabb ideig vissza is mentem MV2-vel. Csak aztán valahogy így megkedveltem az egész MV3-osdit, meg már mindenki azt játszottam, de az a játék az csak rutinból ment, és onnantól kezdtem el én úgy videózni és úgy beszélni a játékról, remélhetőleg, tehát megint csak úgy mondom, hogy megközítve azt a részét, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember egy projátékos akar lenni, akkor fejben kell eldőljön sok minden, és nem a képernyőn, ugye? Vagy nem tudom. Hát mondjuk azt bevallhatjuk szerintem mindenki, aki néz téged, nézők is, mindenki, hogy te nem az a tipikus, általánosan adok tippeket, hogy igen, most így lőj, úgy lőj, hanem tényleg elmondtad, hogy hogyan kell úgy játszani, hogy bátor vagyok, hogyan kell úgy játszani, hogy kicsit félénk vagyok, ezért kempelek stílusú, tehát ebben szerintem megegyezhetünk, hogy teljesen egy másik végletet képviseltél, ha lehet így mondani. Ja, tehát akkor az igazából, tehát ez egy ilyen megnyugtatás volt nekem, és kedves nézők, ez most nem segnyalásról szólt, csak arról szólt, hogy valahol lássam azt, hogy az a sok kód, ami számomra így volt, amit én megcsináltam, hogy valóban megtanultam-e belőle valami olyasmit, amivel át tudtam adni egy olyasmit, amitől jobbnak vagy többnek érzed magad játék közben, és az a játék, ha már kiadta érte pénzt, akkor ne úgy menjen le a WC-n, hogy ez nem az a játék volt, amit szívesen megvettem. Tehát nekem valahol ez volt egy idő után a célom. Na de mindegy. Hol tartottuk? Ja igen. Hogy látjátok ti amúgy a kódnak a jövője? Tehát most már ugye itt van ez a rohadt kód 10, 10. kód, Code Ghost, és hogy látjátok ti ezt a játékot? És hova gondoljátok ezt a kódjövőt? Bíró? Szerintem azért nem mernek újítani, mert félnek, hogy bevétel kiesés lesz. Hogy nem veszik már meg az emberek ugyanazt. De hiszen Black Ops óta, tehát a Black Ops még túllépett az MV2-n, Black Ops óta eladásokban csak lejjebb. Bocsánat, nem, az MV3 megint meglépte, és utána csak lejjebb ment. Hát itt látszódik ez az erőlködés. Látszódik ez a egyre kevésbé érdekel, hogy igazából milyen produktumot adok ki a kezemből, és egyre jobban az, hogy csak pénz, a pénz, a pénz. És szerintem ebben megegyezhetünk. Ez jó, mert ez a világ így változott, nagyon központi szerepe van, hogy pénz, pénz, pénz. Csak ez hosszú távon úgyse fog kifizetődni, hogy állandóan csak arra megyek, hogy pénz, 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 mert már most látjuk, és ebben is szerintem megegyezhetünk, hogy már most látszik az, hogyha ez tovább így folytatódik, és nem lesz valami akkora nagy változás, mint amit Hodnénél tapasztaltunk, hogy na ez igen, na ez valami. És ameddig szerint... Hát ez az, ez meg a másik kérdés, hogy tudnának-e újra ilyet csinálni. Mert ugye Eagle, te azt mondtad, hogy azért megy lejjebb, mert nem hogy is mondtad, mert ugye nem mernek újítani, tehát azért... Igen, ezt. Mert akkor félnek a Activision-nél, hogy nem vennék meg. De gondolod, hogy tudnának egy akkorát már újítani? Tehát már több mint 10 éve játszom Call of Duty-val, és tudod, még amit most itt Code Ghost-ban látok, az visszköszön egy olyan World at War, meg MV2, Code 4 keveréke. Tehát gondolod, hogy tudnának újítani egy akkorát? Mert én úgy gondolom, hogy ha újítanak egy akkorát, akkor a Call of Duty tudna megint emelkedni, mert ez a kibaszott Call of Duty, és a minden idők
shooterének az anyja, szóval ez kétségtelen. Pedig mostanra már a Battlefield kéne, hogy legyen az, de mégsem. Szerintem tudnának, csak nem akarnak. Mert ez így nekik jó. Tehát igen, amúgy... Amit nem, ne kérdezz, hogy miért, mert én nem értem, hogy abban mi jó, hogy egyre jobban elpártolnak tőlem. És pedig az lenne a célom, hogy jobban mellém, de nekik ez jó. Jöjjön a spekuláció. Minden évben újítottak a Call of Duty-n. Voltak évek, ugye COD 2, COD 4 váltás, vagy COD 3, COD 4 váltás egy hihetetlen újítás volt. MV2, ha már abból a szempontból vesszük, megmaradt a perk rendszer és a többi beújítás, új killstreakek. Tehát az lett, ami igazán hihetetlen újítás végül is. Black Ops az, hát egy-két új killstreak, nagyjából semmi. MV3 kaput, tehát behozták a specialist killstreakeket, meg a mikor meghalsz zsinórba killstreakek, bár az már MV2-be is benne volt, meg a support killstreakeket ugye. Amivel megint csak lebutították, úgy gondolom, a magát a játékot, és egyszerűsítették, hogy olyan embernek is nagyon sikerélmény, aki nem szokott shooterekkel játszani, mivel nincs semmi baj, még mielőtt kitérnénk arra. És de viszont, ugye minden évben MV2 óta egy keveset, nem sokat, egy kevés újat adtak hozzá, ezáltal alkalmazva azt a módszert, mint régen a kommunizmus után, hogy a nép háborog, adjunk nekik egy kis kenyeret, és elhallgatnak. És akkor így mindig hozzátettek évente egy nagyon keveset azért, hogy meg tudják venni. Tehát lehet, hogy tudnának valóban masszív újítást csinálni, de akkor egy masszív újítást csinálnának, és csak egyszer hozna be milliós bevételt, de így aztán évente tudnak milliós bevételt hozni. Tehát ez számomra, én ezt így látom, így gondolom, így vettem észre az évek alatt, hogy mindig ezt csinálják, csak egy keveset, éppen, hogy csak nézzük, igen, csak jó lesz ez nekik, meg. Jó lesz, igen, az, igen, igen, és igen. Abban nem foglalkoznak, hogy igazán mit kapsz a pénzedért, tehát azért valljuk be, hogy ez hogy igazából szóval csak valljuk be, hogy ez emberek árbaszása, tehát, hogy... Kaptál egy új killstreaket, ez nem semmi, és vegyük, és jó lesz, és... És bocsánat, szóljon belőlem az a gamer, aki voltam egykoron, hogy és kaptál egy csomó hülyét, aki nem tud játszani mellé. Már elnézést, hogy ezt így fogalmazok meg. És... De nincs se semmi gond, ez így van, mert már egyre több a sajnos mondjuk ki, hogy nem tudok játszani, de játszok. Igen, de most egy kicsit direkt vittem el, bocsánat, a kommunikációt ebbe az irányba, egy kicsit így belevíve titeket, bár inkább TV, de bíró úr csak így the judge, fölülről nézi a dolgokat. Néha közösen. Igen. És egy kicsit direkt vittem ebbe a szempontba a dolgokat. Azért most itt van ez a Cold Ghost, tudom, hogy TV, most ez neked nincs meg, vagy igaz, neked megvan amúgy? Ghost az nincs. Na. Ugye megvettem, mint a gyűjtemény 10. részét, boldog vagyok hozzá, és stb. És lássuk ezt a játékot azért kicsit objektív szemszögből. Van ennek a Cold Ghost-nak azért, ha én most kezdenék el játszani Call of Duty-t, és ugye itt van még a Black Ops 2, ha úgy mondjam, akkor én akár onnan nézem, a Cold Ghost az a tökéletes Call of Duty, amivel el lehet kezdeni játszani. Bár a kritikusok lehúzták, bár nem, tényleg nem újítás. Semmi extra killstreakek, a pályadizájn ugyanaz, megszokott, tökéletes, ugyanazok a hibák a grafikus motorban, és egy kicsit szebb lett, blablabla. Tehát ebből a szempontból 10 év Call of Duty-jának a legrosszabb Call of Duty-ja. Tehát ez tény. Viszont a másik szemszög, hogyha bejön egy új gamer, akkor ez pontosan az a Call of Duty, amivel akár kompetitívebben is lehetne játszani, mert gondold végig, egy olyan pályaszerkezetet csináltak meg, ami nem nincs agyon árkádozva, hogy szemtől szembe megyünk pályavégből, submachine gunokkal lőjük le. A fegyverek között van különbség. Tudnak, a fegyverek maguk tudnak valami újat mutatni mindegyik, mert egy külön stílust meg tudnak követelni. Megvannak természetesen az OP fegyverek, mert a casual gamerek is kellenek. A pályaszerkezetek jól vannak kitalálva, a killstreak rendszerek teljesen rendben vannak, de hogyha pro gamer szempontból nézzük, akkor nincs se léteznek killstreakek, de mindegyik fegyver, perk rendszer úgy van kitalálva, hogy meg van csinálva neki ez a pro
része. Szóval meg tudod tanulni ezt a játékot profin játszani, nem csak casual gamerként. Tehát én most így, hogy én már így felraktam néhány kod videót, és láttam ezt a játékot, így kiismertem. Ez az a kód, amivel egy kezdőkodos igenis játszania kell, mert egy olyan kötelező kód. Igen, tehát ezt mered ajánlani, még mit tudom én, pár első előző rész. Ehhez képest is, igen. A Black Ops 2, ne haragudj, de az így egy vicc volt. Azt még annól laptopon játszottam, és akkor is, hát láttad a videókat, vagy kilátta a fene se tudja, az ugye, tehát nekem laptopon volt 20 FPS-em, és úgy játszottam a Black Ops 2-t, és tényleg, hogy lejátszottam a 10 menetet, mire kihoztam magamból azt a játékot, de kihoztam, és nem volt nehéz. Majd meglett a nagy gép, és az is ilyen... Akkor még amit valljunk be a YouTube pénzből szerezted? Nem, igazából nem. Nem. Ez hazugság, Tibi. Nem, kurva sokat dolgoztam érte, jó? Ugyan és, már, dehogy is, hát a YouTube az annyit telje el, hogy nem igaz. Aha, rengeteget, igen, egyszerűen multimilliómosnak lehet lenni. Azt én mondom, hogy már most mit áldozod magadat, hogy... Igen, mert ha van egy 40-50 millió feliratkozód, akkor igen. Igen. És én megettem meg, és a Black Ops 2 egyszerűen még egyszerűbbé vált, és erről eszembe jutnak egy kicsit a vérpistik egyébként. Mert az Black Ops 2-ben folyt, és az úgy legalábbis egy-két meccs abban folyt, és az úgy annyira vicces volt. Azért az elárul mindent, hogy amikor választani lehet egy játékot, ugye már akkor a vérpistik választott játékot. Igen, és hogy Black Ops 2. És én néztem, hogy most komolyan, hogy Black Ops 2-vel akarjuk megmutatni, hogy ki a... Bocsánat, de fasz a gyerek. De akkor ugye nem csak én vagyok elkúrva, tehát te is érzed ezt már, mint hogy valahol nem stimmel az a játék. Az úgy... Fucked up. Na mindegy. Bocsánat, tehát így, hogy értse az egész képet, egy kicsit visszatérek a Code Ghost-hoz, mint arra, hogy tudna lenni egy kompetitív játék. Sőt, nemrégiben zajlott le egyébként egy bajnokság Amerikába, ahol többek között ugye az Optic Nation is ott volt. Ott volt a Driftornak a csapata, tehát a nagyobb gamer klán volt, mindegyike elment egyébként, és részt vett ebben a játékban. Én néztem közvetítéseket live-ban, mert azért még bennem van ez a kurva Call of Duty. És frankon lehet. Tehát lehet. Ez az a Call of Duty, amit igen, kedves kezdő gamer, én nagyon, úgy, hogy már végig toltam az összes kódot eddig, ez az a játék, amivel el kell kezdeni játszani. És most kicsit nézzük meg ugye a Code Ghost-ot újítások szempontjából. Bejött egy Squad vs. Squad, botokat tök intelligensé csináltak, tehát komolyan mondom, hogy kurva nehéz ellenük most már játszani, például, hogyha úgy akarsz játszani. Egész jó kis készrikeket csináltak, és igyekeztek a készrikeket olyanra megcsinálni, hogy ne legyen túl könnyű se összeszedni őket, és azok a készrikek se legyenek túl nehezek tulajdonképpen. Tehát megvan egy ilyen aránya az egésznek. És megtalálja mindenki, van benne, ahogy... Gondolj végig ebből a szempontból a Code Ghost-ot, hogy akkor végül is a feltörekvő generációnak, akit mi idősebb gamerek neveltünk ki, ez maga lehet gyakorlatilag az egyik legjobb kód, végül is, nem? Igen, ez egy... Jó, most hülyén fog hangzani, mert ugye ez is rámegy természetesen arra, hogy a pénz, meg hogy minél nagyobb bevétel, de minthogyha itt egy kicsit így láttuk volna az erőlködést, ezt van. Igen. Most már szégyen, hogyha mégen kiadunk egy olyan játékot, amit leköphetünk, tehát hogy ők is gondolom érezték egy icit-picit, nem mondom, hogy teljességében ez sikerült, de már azért látod azt, hogy már ezt ők is érzik, hogy ez már kezdik lenni ez az egész, hogy bár. Hát, nem tudom, lehet, hogy igen, tehát úgy gondolom, hogy van egy core gamer közösség, aki kiemelte a Call of Duty-t, mint játékot, és felemelte egy olyan piedesztára is, ezek a hardcore gamerek, akik mi is voltunk annó. És mi voltunk azok, akik a kodnak adtunk egy olyan löketet, hogy ez az a játékről érdemes foglalkozni, és tényleg mi voltunk azok a gamer csoport, azok az idősebbek, akik az elejétől játszanak például a koddal, akik felemeltük ezt a játékot. De mi, hogy azt mondom, hogy most már így a mi időnk lejárt. Tehát ez így, bár fiatalok vagyunk, de most már azt hiszem, hogy van egy más gamer generáció, akinek mást jelent pro-nak lenni, és más jelent casual-nak lenni. Mi
öregek, ezt ugye úgy látjuk, hogy ez kevesebb, mint amik mi voltunk, de valójában nem biztos, hogy ez az, nem? Tehát így, mi van, nem hogyha... Biztos, igen. Most jót hoztál fel, mert nem biztos, hogy ez rosszabb, csak nekünk van mihez viszonyítani. Az egy dolog, tehát így, igen, tehát gondolj azt a Black Ops 2 játékost. Volt egy srác, most így elmondom a nevét, tehát ő kamikáze, ő Beastnek szokott segíteni, vagy segített annak Black Ops 2-ben csinálni videókat, és ő egy nagyon jó játékos. Ő is kihívott egyébként a Vérpisti meccsre, Black Ops 2-t választott, nem került fel az a videó soha, mert értelmetlen dolog, mert az egy nagyon értelmes gyerek amúgy, és egy nagyon tehetséges játék. Tehát tudod, hogy mit hívok tehetségnek, és ritkán használom emberekre ezt a szót, de ez a srác tud. De azért neki a Black Ops 2 egy fő játéka. És egyszer megnéztem az egyik videóját, és azt mondtam, hogy na jó, hagyjuk, tehát ez így bazd meg. Tehát, igazából igen, ő már abban nevelkedett, ha lehet így mondani. Igen. És ez az, neki az a játék a játék. Lehet, mert ő Kod 4000-t is, és stb. És Kod 4-ben is nagyon pró a srác, mert játszottam ellene, nem tudja, mert álnéven voltam fönt, de játszottam ellenük, és nagyon ügyesek, azt kell mondani, ő különösen ügyes volt, de azt hiszem, hogy Black Ops 2-nél azért ráver egy szintre, és mindenkire. Tehát, és igen, és ez az a generáció, ami feltörekvő, és nekik azért például a Black Ops, vagy a Cold Ghost az a játék, amiben ők igazán prók, és mi nem. Valljuk be szintén, nem? De valljuk be, hogy van az a réteg is, és szerintem a nézői között is van az a réteg, és szerintem Ricsi is az a réteg, ugye Eagle, aki oké, hogy már ezekben az újabb kodokban van benne, vagyis hát szerintem ő úgymond az újabb koddal találkozott, mert mondta, hogy ugye ez MB2, ja. De ő is érzi azt, hogy a kod az még a 4, tehát hogy mondjam. Érzed ezt, Bíró úr, ez magánál hogy van? Maga az új generáció pro játékosa, vagy a mi csoportunkhoz tartozik? Vagy érzed vagy azt, hogy oké, én ez játék, és hogy ez a korszaknak a játéka, vagy nem is tudom, mert ugye mert ez. Az újabbal kell könnyebb játszani, ez tény. De érzed azt a különbséget? Persze, érzem azt. De akkor most jön a kritikus kérdés. Egyenlő-e a mai gamer a régi gamerrel? Mit nevezünk gamernek? Hát, egy olyan... Játszok hét, mi, igen, mit, mit nevezünk? Egyik régi videómban elmondtam, tehát azt, aki a játékot úgy tekinti, mint egy életnek egy ilyen kiegészítő részét, és nem azon van, hogy 24 óra gép előtt, stb. Tehát nem a függőségről beszélek, hanem egy olyan ember, aki játszik, érti a játékot, tehetsége van hozzá, és úgy átlátja a dolgokat a játékkal kapcsolatban. És az a régi gamer tud-e úgy játszani, mint az új? Tehát például, tehát vagy csak azért van, mert már, tehát így már láttam néhány kodot, és minden kodról azt hiszem, tehát mint az öregek, hogy ez így egyre szarabb lesz évről évre, de valójában lehet, hogy nem is lesz szarabb, csak már láttam mindegyiket, mindegyik visszaköszön, és lehet, hogy valójában már nem is lesz szarabb az egész, hanem végülis csak egyre jobb lesz, valakinek lehet, hogy ez csak egyre jobb lesz, csak nekem lesz szarabb, mert már végülis láttam mindegyiket. Igen, mondjuk szerintem, aki koddal foglalkozik, az azért ismeri. Nem biztos, hogy tüzetesen, de azért ismeri. És igen, ahogy mondod, hogy lehet, hogy neki ez a játék, és hogy neki... érted. Lehet, hogy össze zavajottam, vagy zavarodtam, de nagyjából érted. Na jó, mindegy, hogy... Értem egyébként. Tehát valóban arra akarsz kiukadni, hogy... hogy mivel neki ez a játék, és valahol azért egyenlőség van a régebbi programerek között és az újabbak között igazából. Tehát én ezt így látom, tehát már nem akarom elítélni az új gamereket, mert úgy látom, hogy nekik az új kodok, azok a kodok, amiben igazán jóra fejlődtek, és nekem kell tőlük tanulni ebből a szempontból. Mert én nem hiába annak közé tettem meg a videókat egy másik szemszögből, nem ilyen fegyver, meg blablabla szemszögből, mert annyira már nem értettem volna az új Call of Duty-hoz. Viszont amit tudtam azt, hogy hogyan kell látni a játékot, és ezért is csináltam ilyen téren videókat, mert tudtam, hogy az új gamer generáció, aki most videókat tölt fel, azok igenis prók, és jó, másképp látják a játékot, mint én, és lehet egy idő múlva majd úgy fogják, mint én,
De nem, igazából nem tudtam volna lenni kompetitív ellenük, csak magával azzal a Igen. tapasztalattal, amivel rendelkezem. Megegyezhetünk, hogy töltesz fel videókat, és hogy tanulunk sokan tőled, mert valljuk be. De oké, okay, mi vagyunk annyi évesek, ahányak vagyunk, de 52, én 49. De azért valljuk be, hogy a fiataloktól ugyanúgy tudunk tanulni, mint ők tőlünk. Tehát, hogy... Hát, őszintén, azért most így BF4-ezem többet, de azért Dani feladja néha a leszkét. Tehát, hogy... Bazd. Biztos. Na, de ne, most azért valljuk be őszintén, nem. De hát... Nem, azért milyen statokat produkál a gyerek? Dani, azért nem néha egy... ott ülök mellette a helikopterben, és hát kom már be. Igen, tehát, hogy Dani nem az az öreg róka. Mégis, hogy így, én is azt mondom, hogy respect, haver, mert ez... Igen, néha tényleg így leadhatsz az állat. És gondolj végig ezt a srácot, mikor annyi lesz, mint mi, és mert eléri azt a 16-17. Életévét, ez hogy fog játszani? Tehát ez a srác azért tudni fog, hogy őszinte legyenek. Tehát már most, mennyire lát át a játékot, és így... Hogy lesz-e még kedve? Hogy lesz-e még kedve. De fogja ezt addig... csinálni? Igen. Ez jó magyar mondat volt, fogja ezt még ezt csinálni? Négy. Úgyhogy... De ha folytatni fogja, és megmarad annak, hogy igen, van kedvem, akkor az biztos, hogy fog tudni valami olyasmit, amit ő tud. Ja. Mi nem. De mi is tudunk olyat, amit ő nem. Így van. Hát ez megint egyértelmes volt. De az igazság, hogy igen, mi... Gondolj, azért tudunk mi olyat, amit ő nem fog tudni majd. Tehát ő utol nem, fog érni mert minket, ő... és a srác már, őszintén szóval azért, a srác már most talán olyan szinten van, mint én. Jó, lehet, hogy nem látja át a csapat struktúrát olyan szinten, mint mi, vagy magát a csatát olyan szinten, mint mi, mert de már ugye megfogalmazódik benne, ami a szörnyű mellé, ugye, hogy megvan neki az a tehetsége, hogy tud lőni. Igen. És ami ez ugye elégedetlen és shooterben. Igen. És ez az, ami azért, és amíg hozzájárul majd az a gamer tapasztalat is, akkor we are fucked, TV, tehát így gyorsan kikerülünk. Nem elbújhatunk, ja. Igen, szóval nem beszélve arról ugye, hogy látja, hogy mi játszunk, ahogy mi toljuk együtt, és együtt játszunk velünk, és hallgatja, amit beszélünk, és ez mind előbb-utóbb ugye hozzájárul ez az egészhez, és így Dani egy nagyon jó játékos lesz, az biztos, már ha lesz kedve csinálni. Na, bárcsak lényeg a lényeg. Bárcsak tudnám mondani, hogy mi hogy, de majd legközelebb. Na, igen, fog mindenképp, mindenről fogunk beszélni. Amúgy már vágott, hogy azért jó másfél órája beszélünk. Fuck yeah. Olyan? A bíró úr meg csak így, igen. Igen, nem. Na, de amúgy hogy látod te a Call of Duty jövőjét? Neked ez miben merül ki? Én... Hát szerintem, ahogy így figyelted a beszélgetést, és láttad, hogy melyik kodban Ricsi is, meg én is mennyire vettünk részt, tehát hogy érzed, hogy az elején nagyon, kod 4 etalon, MV2 még nagyobb, és onnantól kezdve érezted, ahogy nyilatkozunk az egész játékról, és amikor megkérdezted, hogy nem tudom, hogy megvan-e nektek a kód Ghost, én is, és Ricsi is egyben mondtuk, hogy nincs. És azért ez elárul valamit. Tehát, hogy ez már egyféle jelzésérték lehet, nem azt mondom, hogy a készítőknek, de akár nekik is, hogy már csak itt hárman beszélgetünk, és háromból ketten azt mondtuk, hogy nincs meg. Ja. És én szerintem ez mindent elmond. Tehát, hogyha nekem már úgymond nem kell egy játék, amit már láttam korábban, és ez valljuk be, oké, változott a Code Ghost, nem is keveset, de mégse vett rá arra, hogy megvegyem, és mit csináltam, nézegettem a volt polcán, és nagyon inkább BF4. és ez az, ami szerintem a legnagyobbat elárulja. Igen, azt hiszem ebben igazad van. És nem hiába akartam én is egyébként beszélgetni veletek erről. Tudtam, hogy sok mondani van valóban így a Call of Duty-val kapcsolatban, és azért jó volt, még akkor is, hogyha újabb kodokkal annyit nem játszott, azok így beszélgetni valakivel erről, mert azért számomra ez egy aféle búcsú így a Call of Duty-tól. Én annól is mondtam, hogy 10 és kész, tehát ott megállok, de egyrészt úgy érzem, hogy nagyjából kibeszéltem magam, mint Call of Duty téren,
mind így pro gaming téren, és amit még nem beszéltem ki magamból, azt Titanfall-ban folytattam, szóval aki úgy érzi, hogy most így nem a Titanfall, már mint hogy a Titanfall nem olyan az, mint a COD, de tulajdonképpen ugyanaz, csak ott újra meg tudtam találni valamit, ami kihívás ebből a szempontból, és az is akartam beszélni, hogy így mondjam, tehát ez számomra már egy kicsit búcsú a Call of Duty-tól, mert most már nem leszek olyan hülye, és hogy őszinte lelkezd hülye kérés, de szerintem ti se lehetek olyan hülyék, hogy megveszitek a következő Call of Duty-t, mert nem éri meg. Nem tudom, látod-e, bocs, hogy szabadba vágok, mondjam. Megint nagy ígérgetések, hogy kikerült az első kép, az új. Igen. És a három csapat fogja megelőzteni. És hogy ez lesz az igazi, ez lesz a változás, ez lesz az izé, most őszintén valljuk be ezt, melyik évben nem hallottuk? Igen, szóval hogy, igen, láttam igen. Az új plátykákat meg mindent. Most de most egyébként, bocsánat, visszatérve egy kicsit God Ghost-ra, tehát a DLC-k kurva jól néznek ki, ez az Extinction Mond tök jó dolog. De jó, a zombi szerintem nem üti, de tök jó dolog. És Snoop Dogg hangját beleveszik Killstreak felmondásnak, meg különböző ilyen pálya bemondásoknak. Szóval ez ilyen kurva jó dolog, amit a Cold Ghost-ban csinálnak, de már az a baj, hogy az évenkénti Call of Duty tette tönkre azt, hogy a Call of Duty Ghost ne tudjon kiemelkedni a többi közül. És nem tudom, egyébként tudjátok, hogy létezik egy ingyenes Call of Duty? Hallottam róla. Nem a COD 4-hez van köze? Az MV2-höz és a COD 4-hez van köze, igen. És már hogy 2 éve fut egyébként csak Ázsiában. És mikrotranszakciókkal tartja fenn magát, és a COD MV2-es és COD 4-es pályáknak a keveréke, a COD MV2-es és a COD 4-es fegyvereknek a keverékével. És ugye miért ment az Ázsiába? Miért csak ott jelent meg? Ugye értelmszerűen van egy hatalmas felvásárlópiac. És miért nem jött át Európába? Mit tippeltek? Bíró úr? Erhez nem tudok semmit se hozzáfűzni. Azért baszki, mert Amerikában és Európában minden évben megvesszük kibaszott 30 fontért azt a rohadt Call of Duty-t, már nem tudom hány ezer forintért, 15 ezer forintért, minden évben megvesszük azt a Call of Duty-t. Te hülye lennél áthozni az ingyenes Call of Duty-t ott Európára vagy Amerikára? Azért, hogy $1 megvegyél egy fegyverszkint, most komolyan. Te vennél fegyverszkint valahogy egy ingyenes játékban? Sehova, semmi. Hát ez az. És ugye ez egyelőre csak Ázsiában fut, és amúgy felröppentek pletykák, hogy most már lassan át fogják hozni Európára is. És én speckó úgy vagyok vele, hogy akkor lenne az az idő, amikor visszatérnék a Call of Duty-hoz, mert az én szemem a Call of Duty már csak semmi más, csak egy ingyenes játéknak kéne lennie, ami idejét múlt, és ide hát már annyira kevés benne a content, hogy így mondjam, hogy... Ja. És gyakorlatilag összekevernék a két legjobb Call of Duty-t, amit valahol meg tudtak alkotni, és akkor azt hiszem, hogy úgy igazán újra sikeres tudna lenni a Call of Duty, de egyelőre csak frankon úgy menne a lejtőn. Sajnos. Pedig ugye azért élveztem, én legalábbis élveztem ezt a sorozatot, és nagyon jó volt ezzel kezdeni így azért a YouTube-os pályát is. Igen, de bocs, hogy szabadna meg, de valljunk be, hogy azért amikor erről beszélünk, hogy hova tart majd a kódnak a jövője, egy picit mindenki elszomorodik én szerintem, hogy francba. Tehát, hogy sajnáljuk mi ezt, hogy így alakul. Igen. Tehát minden idő shooterének az anyja e felé tart. De viszont ott ugye a hajnalcsillag az ott van. Az ingyenesben. Tehát, hogy miért nem hozzák végre azt át Európára és Amerikára? És az egész kibaszott világ Call of Duty-val játszana, és gyakorlatilag, ha valamit akarnának újítani, akkor azt egy DLC formájában meg tudnák tenni. Tehát, ja, rakjunk be egy új killstreaket, és akkor patchenek egyet a kurva játékon, kifizetsz érte $1, és boldogan élsz, hogy meg nem halsz. Nem kéne. Mert valójában, hogy ezt nem kéne. Jó, ez most arról beszélek, hogy a mikrotranszakciós ingyenes Call of Duty. És most, vagy akár itt legyen a Code Ghost Basket, az utolsó Code, és hogyha akarnak valamit, akarnak egy új single player kampányt, akarnak egy új fegyvert, egy új izét, tehát le van szarva, adják ki DLC-nek, ne csináljanak már új játékot, ne csináljanak új egész hype-ot köré, hogy 15 ezer forintért megvedd az egész szart, adják be apránként, és fizessék ki érte 1000 forintot, és így boldogan beláll, de most nem lenne egyszerűen
tisztelettel teljesebb a gamerek felé, nem átbaszósabb, és fairebb dolog azért. Azok a gamerek, akik felemelték, hogy ezt a játékot. Ez lenne a fair dolog, de nézzünk milyen magunkba, ez sose lesz, tehát hogy... Hát amíg évről évre megvesszük, hogy azt a szart addig tényleg. Így van, és nekik ez kell, hogy megvesszük, és kész, megvettük. Neki ennyi, ott van, kifizetni, ja. Ott van, a számlájuk van. Nekik... Na mindegy, jó, hát ezzel már nem fogom magam felidegelni, úgyhogy hagyjuk. Nem is érdem. De szerintem most már abba hagyhatjuk, aki ezt végignézi, ezt a rádióműsort, az egy hős lesz, és ezt is megkérem, hogy tegye már fel a kezét, vagy dobjon már egy kommentet, hogy ki volt az a hős, aki ezt végignézte, mert én erre kíváncsi leszek. Vagy hát tudom, hogy ezt így el lehet hallgatni játék közben is, természetesen, meg minden közben. De azért írjátok már le, kérlek, hogy mi a fene van. Mert én például most is játszok közben, és észre se vettem egyébként, hogy már mióta is beszélgetünk. Ja, azért van, te kis szemét. Igen, és itt hozom a 15 killstreaket. Na várj, mindjárt vagyok én is. Vagy meg itt figyelek rád, kőkeményen. Azt a kormány. Eagle az azért hallgat ennyire szerintem. Igaz? Nyomja itt a headshotokat. Mondom. Na, én köszönöm egyébként, hogy itt voltatok, és segítettek. Én még annyit megkérdeznék, bocsi, Ricsitől, vagyis Eagle-től, hogy szerinte lesz-e még olyan korszaka ennek az egész kornak, hogy na jó, adok még egy esélyt, és még utoljára egyszer megveszem. Két. Vagy már most fogom. Neked elég volt ez, és már most BF4 mellett döntöttél. Ennyi elég volt. Hogyha nagyon szeretnék kodozni, akkor visszatérek a régebbiekre. És úgy érzed, hogy akkor azt teljesen ki fog elégíteni. Hát, teljesen. Úgy nem fogalmazva, de... Hát igazából. Igazából. Tehát igazából én is jobban érzem magam a régi kodokban, mint a mostaniban. Úgyhogy na jó. Minden esetre ennyi lett volna. Örülök, hogy ezt a témát kitárgyaltuk, és segítettetek nekem ezt így kiadni magamból. Ennyi, mert ez még azért jó sok idő volt. És köszönöm a nézőknek a figyelmét, annak az őrültnek is, aki ezt végighallgatta. Minden tiszteletem a tiéd, ezt így mondom. Köszönöm, hogy itt voltál, Eagle, köszönöm, hogy itt voltál, TV, vagyis Bíró úr, köszönöm, hogy itt volt. És remélem, hogy összejövünk újra, és legközelebb Dani is itt lesz, mert szerintem az ő hülyesége kell ebben az egészben. Ez biztos az éneke. Az biztos. Úgyhogy, ja, köszönöm mindenki a figyelmét, és ja, sziasztok a következőig, ha lesz ilyen, és ha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot is, és az is dobjon ugye lájkot, aki úgy gondolja, aki hogy a... Ja, igen, aki ugye letöltötte a játékot, és az dobjon egy dislike, az aki megvette eredetibe. Őszintén. Ja, őszintén. Na jó van, köszönöm a figyelmet, sziasztok. Sziasztok.